A 35 és 45 év közötti korosztályban majdnem 80%-os a foglalkoztatási ráta, tehát az unió átlagát tudjuk, míg a 15-24 éves korosztályban igen jelentős az elmaradásunk, ugye 24-25% körüli rátáról beszélhetünk, itt tehát van mit keresni. Gyakorlatilag 2012 és 14 között 29%-ról 19%-ra csökkent ebben a korosztályban a munkanélküliségi ráta, ez nem magától történt. Szeretném említeni az első munkahelyi garanciát, programot, a munkahelyvédelmi akciótervet, a fiatalok vállalkozóvá válásának a segítését és sok egyéb eszköz, amivel ezt sikerült elérni. De ezt a dinamizmust szeretnénk növelni a következő időszakban. És az, amiről ma itt beszélünk az iskola szövetkezetekkel kapcsolatban, ez reményeink szerint, és nem csak reményeink szerint, hanem biztos vagyok benne, hogy sokat fog segíteni, hiszen jelen pillanatban is nagyságrendileg, mint egy 130 ezer fiatal, nappali tagozatos fiatal dolgozik az iskola szövetkezeteken keresztül, ez egy igen jelentős létszámnak tekinthető, de azt gondoljuk, hogy van még merítési bázis, van lehetőség arra, hogy a következő időszakban ez a létszám növekedjen, de ahhoz, hogy ez növekedjen, ahhoz garanciákat kell a rendszerbe beépíteni, méghozzá olyan garanciákat, amely a diákokat is egyértelműen biztosítja a jól megérdemelt munka után járó fizetés biztonságáról. Ez a jogszabály, ez a törvény tervezett tulajdonképpen ennek a garanciának a beépítéséről szól a következő időszakban.